Özönlenek a migránsok a Görög-szigetekre, a bevándorlók türelmetlenek, tiltakoznak a zsúfoltság ellen. Új megyék kaptak gyorsforgalmi utat, az M44-esen 25 perccel rövidül a Budapest-Békéscsaba út. 150 km/órás szél és méteres hullámok az Azori-szigeteken pusztít a Lorenzo hurrikán. És elhunyt Karel Gott, csehszlovák popénekes, súlyos betegsége ellenére is az utolsó pillanatokig turnézott. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Fokozódik a migrációs helyzet Görögországban, csak szeptemberben 10 000-nél is több bevándorló érkezett az Égei-tengeri szigetekre, az elmúlt 3 évben nem volt erre példa. A befogadó táborok megteltek, az emberek pedig egyre türelmetlenebbek, tegnap több százan tüntettek az egyik legzsúfoltabb szigeten, Lesboson. Az utánpótlás pedig folyamatos, 4-5 millióan várakoznak Törökországban, a nyomás már egyre inkább érződik a balkáni útvonalon is. Örömújongással üdvözölték a migránsok, hogy megérkeztek Lesbos szigetére. 24 óra alatt 7 csónakkal több mint 250 illegális bevándorló kötött ki. Önkéntesek és civil szervezetek várták őket a parton. Nagyon nehéz volt az út. 2 éjszakát töltöttünk a csónakban, és nem volt mit ennünk és innunk, mondja egyikük. A partot érés után az egyik migráns még visszaszállt a csónakba, amelyet dűből többször is átszúrt egy késsel. Ezzel szimbolikusan jelezve, hogy számára már nincs visszaút. A migránsokat a regisztrációs központba szállították, ahol felvették az adataikat. Többségüket a Mória táborba helyeznék el, csak hogy ott már szinte egy gombostűt sem lehet leejteni. A helyzet sokak szerint kritikus. A 3000 férőhelyes központban ugyanis már 13 000 bevándorló él. A zsúfoltság miatt gyakori az erőszak és a balesetek is. Legutóbb a hétvégén történt tragédia. Egy tűzesetben 2 életüket vesztették. A táborban zavargások törtek ki, az ott lakókat tűzoltókra is rátámadtak. A készenléti rendőrség végül csak könnygázzal tudta feloszlatni a feldühödött tömeget. Szeptemberben több mint 10 000 ember érkezett az Égei-tengeri szigetekre, mintegy 5 000-en csak Lesbosra. A 2016-os EU-török megállapodás óta nem volt ilyen. A szigeten rendkívüli állapotok vannak, a görög kormánynak intézkednie kell, és legalább 4 000 menedékkérőt a szárazföldre szállítani, fogalmazott az ENSZ menekültügyi főbiztosságának leszboszi szóvivője. Kedden éppen emiatt tört ki tüntetés Lesboson. Több száz migráns indult meg a Mória táborból a sziget központja felé. Követelték, hogy telepítsék át őket a görög szárazföldre. Tábláikra egyebek mellett azt írták, Mória pokol, illetve biztonságot akarunk. Mielőtt azonban elérték a város határát, a rohamrendőrök feltartóztatták őket. A bevándorlók ekkor leültek az út közepére, és hangos skandálásba kezdtek. Nem ez volt az egyetlen tüntetés kedden, a migránsok a görög szárazföldön, Katszikászban is tiltakoztak. Itt azért demonstráltak, hogy oda már ne vigyenek több bevándorlót, a befogadó tábor ugyanis már így is túl zsúfolt. A görög szigeteken több mint 30 000-en várnak arra, hogy tovább utazzanak Nyugat-Európába. A helyzetet egyre nehezebben tudják kezelni a hatóságok. A görög kormány a migránsok szárazföldre szállítása mellett azt tervezi, hogy jövő év végéig 10 000 illegális bevándorlót visszaküld Törökországba, oda, ahol egyébként is jelenleg mintegy 4-5 millió bevándorló vár a továbbindulásra. A görögországi fejlemények hatását a Balkánon is érezni lehet. Ami tény, az tény. Nagy számba érkeznek. És a magyar határon is folyamatosan emelkedik a határsértők száma. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. A főútvonal Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia. Ezzel együtt az idei év eddig eltelt napjaiban 8300-nál is többen kísérleteztek a magyar állam határon tiltott határátlépéssel. Bakondi György úgy fogalmazott, a határokat őrizni kell, csak ezáltal tud csökkenni a migrációs nyomás. És segítséget kell nyújtani azoknak az országoknak, ahonnan nagy számban indulnak útnak migránsok, hogy az ott élők helyben tudjanak boldogulni. Hozzátette, a magyar kormány abban bízik, hogy az új Európai Bizottság szakít elődje elhibázott migrációs politikájával.
Már találkozott is Ursula von der Leyennel az új magyar biztosjelölt Várhelyi Olivér, erről a Magyar Nemzet értesült. A lap arról is ír, hogy a további lépésekre még várni kell. A bizottság jelenleg a román és a magyar kormánnyal is egyeztet, miután a két ország jelöltjét valószínűleg baloldali többséggel hétfőn elutasította az Európai Parlament jogi szakbizottsága. Orbán Viktor miniszterelnök még aznap este Várhelyi Olivért Magyarország brüsszeli állandó magyar képviseletének vezetőjét nevezte meg uniós biztosjelöltnek, miután telefonon egy új jelöltet kért tőle Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa. A visegrádi négyek uniós helyzetéről és lehetőségeiről, valamint a Nyugat-Balkán integrációjáról tárgyalnak a V4 országok államfői Csehországban. A kétnapos tanácskozáson megvitatják, hogy milyen ambíciói és szövetségesei lehetnek a V4-eknek az előttünk álló uniós ciklusban. Emellett szó lesz a Brexitről, valamint a klímapolitikáról is. Szerda délelőtt a visegrádi országok új uniós szerepéről volt szó. Aztán az Európai Unió legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseiről tárgyaltak, például az infrastruktúra fejlesztéséről, a Brexitről, valamint a klímapolitikáról. Csütörtökre úgy tudjuk egy témakör marad, ez pedig az unió bővítése, vagyis a Nyugat-Balkán integrációja. Éppen ezért nem véletlen, hogy a visegrádi országok államfőihez két másik elnök is csatlakozik, mégpedig Szlovéniáé és Szerbiáé. A kétnapos találkozót a hat állam fő közös sajtótájékoztatója zárja csütörtök délután. A híradót Csehországból Major Eszter tudósította. Montenegrónak és Szerbiának 2025 előtt kellene csatlakozni az Európai Unióhoz. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter Varsóban egy nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, mindkét ország gyakorlatilag készen áll a csatlakozásra, ami az unió érdekében is áll. Hozzátette, a mostani meglehetősen viharos világgazdasági és világpolitikai körülmények közepette, az EU-nak jó hír lehetne egy sikertörténet a bővítés felgyorsítása. Biztonsági érdek is a Nyugat-Balkán integrációja, hiszen minél délebb húzódik az Európai Unió külső határa, annál délebbre lehet megállítani az illegális bevándorlási hullámokat. Látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon milyen hatást vált ki egy-egy migrációs hullám. Látjuk, ahogy Boszniában nem tudnak elkezdeni iskolában tanítani. Látjuk azt, hogy feltorlódnak a migránsok. Látjuk azt, hogy az Európai Unió területére akarnak jönni. Minél délebb állítanák meg ezeket a migrációs hullámokat, annál nagyobb biztonságban lennénk. Több mint 2.600.000 nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kap novemberben prémiumot és kiegészítést. Összességében átlagosan 30.000 forintot kapnak az érintettek. Mindenki novemberben egy összegben kapja meg a pluszpénzt, elsőként a folyószámlával rendelkezők. Van nyugdíj, jó, van, de van emelési különbözet és nyugdíj prémium. Ahogy tavaly, illetve tavaly előtt, most az idén is novemberben hozza a postás a havi állandóság mellett a plusz juttatásokat. Az elmúlt egy évben a gazdaság az a reményeinknek megfelelően, sőt egy kicsit talán a várakozások fölött is teljesített. Orbán Viktor miniszterelnök kedden az idősek tanácsa ülésén jelentette be, hogy a gazdasági növekedés mértéke miatt, ami a kormány számításai szerint idén 4,6% lehet, ismét, immár harmadjára nyugdíjprémiumot kapnak az idősebbek. Ennek átlagos összege valamivel több mint 20.000, maximális értéke pedig 22.000 forint lesz. Ez utóbbit azok kapják meg, akiknek legalább 80.000 forint a nyugdíjuk. Azt szeretnénk, hogyha a magyar nyugdíjasok érzékelnék azt, hogy ők is részesei a magyar gazdasági növekedésnek, a bővülő gazdasági teljesítménynek, hiszen annak köszönhetjük azt, hogy Magyarországon egyre jobban teljesít a gazdaság, hogy a magyar emberek szorgalmasak, a magyar emberek sokat dolgoznak, köztük azok is, akik egy életet ledolgoztak, ők is hozzájárultak a magyar gazdaságnak a növekedéséhez. Ez a zenyém, ez meg a papáé. A híradónak nyilatkozó nyugdíjszakértő szerint fontos kiemelni, hogy jóval kevesebben kaphatnák meg ezt a juttatást, mint amennyien végül megkapják, hiszen a törvény szigorú feltételeket ír elő. Így például, hogy csak azoknak jár a pluszpénz, akik tavaly már betöltötték a nyugdíjkorhatárukat. A kormány azonban, ahogy korábban,
most is kibővítette a jogosultak körét. Számításaim szerint ez úgy nagyjából 1 millió 800 ezer ember lenne jogosult, míg a kiterjesztés után több mint 2 millió 600 ezer ember kaphatja meg, tehát ez egy nagyon jelentős előny mindazon ellátásban részesülők számára, például a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek számára, akik nem töltötték még a nyugdíjkorhatárukat. Jó napot kíván! A nyugdíjprémium mellett kiegészítést is kapnak az érintettek. Ennek összegét a KSH január és augusztus közötti időszakára érvényes nyugdíjinflációs adatból kell kiszámolni. Ez 3,4% volt. Mivel a kormány 2,7%-ra becsülte az idei inflációt, így az évelei nyugdíjemelés is 2,7%-os volt. A korrekció ezek szerint 7% kell legyen. Ha ezt a 135 ezer forintos átlag nyugdíjra vetítjük, akkor az átlagos nyugdíjkorrekció 11 ezer forint körül alakulhat. Vagyis, ha összeadjuk a prémium, a kiegészítés és a rezsiutalványok összegét, ez több mint 40 ezer forint. Így az átlag nyugdíjon rendelkezők havi állandóságuk csak nem harmadát kapják meg plusz juttatásként az idén. A prémiumot és a kiegészítést a nyugdíjjal együtt egy összegben kapják majd meg az érintettek, elsőként azok, akik folyószámlával rendelkeznek. Prémium egyébként mindazoknak jár, akik nyugdíjat is kapnak novemberben. Kiegészítés pedig azok kaphatnak, akik tavaly évvégéig mentek nyugdíjba. Az Idősek Világnapja alkalmából átadták az Idős Barát Önkormányzat és az Idősekért díjakat a Pesti Vigadóban. Kásler Miklós, az emberérőforrások minisztere azt mondta, minden nemzet, hogyha ad magára és van önbecsülése, értékként tiszteli az időseket. Hozzátette, ahogyan a szív ellátja oxigénnel az egész szervezetet, úgy szövi át a nagyszülő is a család életét. Egy nemzet akkor marad fenn, ha a családokra támaszkodik. És egy nemzet akkor erős, ha minden életkori rétege teljesíti a kötelességét, helytáll élete során, és helytáll a családban. Megszokott megoldás a baloldalon, hogy belső beszélgetéseket rögzítenek, majd kiszivárogtatják azokat. Erről beszélt a közmédiának nyilatkozó elemző Karácsony Gergely botrányos hangfelvétele kapcsán. Farkas Örs rámutatott, az elmúlt években több hasonló eset is volt már, sőt, maga Karácsony Gergely is került már ilyen helyzetbe, amikor saját pártársai szivárogtathattak ki egy felvételt, amin éppen arról beszélt, hogy nem szívesen vállalta el a baloldali miniszterelnök jelöltséget. Ennek az úgynevezett teljes ellenzéki összefogásnak, ami megingathatatlan, ennek a hitelessége, jó, ez ebbe a pillanatban véget ér. Hiteltelen az ellenzéki összefogás. Erről beszélt a főpolgármester a Hír TV műsorában kedden. Tarlós Istvánnak Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételről azt mondta, vészjósló, ahogy Zugló polgármestere a szövetségeseiről beszél a hátuk mögött. Ez a 0%-os párt a Karácsony polgármester úr pártja, a Párbeszéd, egyebet se csinál az elnökségi ülésein, mint pocskondiázza, szidalmazza, bűnözőnek nevezi a nála lényegesen nagyobb őt támogató pártokat. Szerinte egymás hátba támadása Karácsony Gergely hatalomra jutása esetén a főváros élén is folytatódna. Azon beszélni, hogy megfenyeget, hogy a 17. kerületben Erzsébet megyeri választás. Karácsony Gergelyről csütörtökön került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen több állítólagos szövetségeséről is súlyos állításokat fogalmaz meg. Tehát a Csabának nem annyi szóval tudja, hogy mi az, amiért ezért börtönbe lehet menni. A hangfelvétel egyik legnagyobb visszhangot kiváltó részletében az zuglói szocialisták korrupciós ügyeire utal, majd a felvételen arról is beszél, hogy ha visszamenne Zuglóba, akkor elásnák. Figyelj, hát én visszamegyek Zuglóba, hát engem. Elmondása szerint a 14. kerületi MSZP elnökével, Tóth Csabával különösen rossz a viszonya. Az igaz, hogy megfenyegetett most a magunkat? Nem, itt vett többször. Nem tudom rekonstruálni, hogy pontosan hol történt. Karácsony Gergely a hangfelvétel megjelenése után szinte azonnal magyarázkodásba kezdett. A beszélgető társam hangját, akit én egyébként éppen ezért nem tudok azonosítani. Először azt mondta, nem tudja felidézni, hol és mikor történt a beszélgetés. Amikor az ember megcsinál akkor, amikor barátaival beszél. Nem sokkal később már baráti társalgásként utalt az elhangzottakra. Közben a Párbeszéd társelnöke hétfőn egy harmadik változattal is előállt. Szabó Tímea elismerte, hogy a párt elnökségi ülésein készült a hanganyag, amelyen Karácsony Gergely párttársaival, Erős Gáborral és Mag Péterrel beszélget. Egymástól függetlenül a Párbeszéd
elnökségének a tagjai felismerték azt, hogy ez a felvétel, ez az összevágott felvétel a Párbeszéd elnökségi ülésein készültek. Egy gyerek zsivaj van a háttérben, tehát ez nem egy formális helyzet. Ez a felvétel, ez az összevágott felvétel a Párbeszéd elnökségi ülésein készültek. A párbeszédes politikusok egymásnak ellentmondó magyarázatait a Fidelitas állította szembe egy internetes videóban. A kisfilm végén Puzsér Róbert egyik Karácsony Gergelyről szóló nyilatkozatát is idézik. Karácsony Gergely hazudik. Hazudik, hazudik és hazudik. És onnan lehet tudni, hogy Karácsony Gergely hazudik, hogy mozog a szája. Nem ez az első hanganyag, amely a Párbeszéd elnökségi ülésén készült. Azt a hangfelvételt is a párt belső tanácskozásán rögzítették, amelyen két éve Karácsony Gergely trágár stílusban beszélt arról, hogy nem kellett volna elvállalnia a miniszterelnök jelöltséget. Alapvetően az a kérdésem, hogy a f***nak maradjára beszélni a miniszterelnök jelöltséget, A felvételről akkor kiderült, hogy Karácsony Gergely egyik párttársa szivárogtatta ki. Semmi másról nincsen szó, mint hogy valamelyik párttárs, aki egyébként ott ült annál az asztalnál, az fogta, rögzítette, és most kiadta ezt a hangfelvételt. Hogy az M1-nek nyilatkozó politikai jellemző úgy fogalmazott, a baloldalon megszokott megoldás, hogy belső beszélgetéseket rögzítenek, és utána azokat a nyilvánosság elé tárják. A Jobbiknál tavaly ugyanezt néztük végig, hogy folyamatosan jöttek ki a hangfelvételek, sőt, esküvőről készült videót hozott ki onnan egy jobbikos, egykori jobbikos szereplő. Egyébként az máig nem tudjuk, hogy ki volt. Utána az LMP-nél ugye az ominózus, verekedős elnökségi ülés, Robi-Robi, mindenki emlékszik ugye erre, hogy egymásnak estek az LMP-sek. Ugye az mégiscsak Gyurcsány Ferenc az összedi beszédnél tanulta meg, hogy hogy néz ki a politikai kultúra a baloldalon, és most úgy látjuk, hogy a Párbeszéd sem különbből. Tehát valójánért ez a baloldalon ez egy megszokott megoldás, hogy egymásnak a hangját, illetve belső beszélgetéseket rögzítenek, és utána azt a nyilvánosság elé tárja. Farkas Örs emlékeztetett, ez a módszer a többi ellenzéki párttól sem idegen. A Fidesz szerint Karácsony Gergely titkolózik, mert csődben van a kerülete. Zsigmond Barna Pál, a Nagyobbik kormánypárt budapesti szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a bíróság kedden kimondta, Karácsony Gergelynek nyilvánosságra kell hoznia az zuglóként lévőségeiről szóló adatokat. Ezek ugyanis közérdekű adatnak minősülnek. Karácsony Gergely alkalmatlansága miatt romokban van a zuglói költségvetés, és példátlan módon adósságrendezési eljárásoknak teszi ki a kerületet. Csak a közterületek karbantartásáért felelős két cégnek 150-150 millió forinttal tartozik hónapok óta. És még ki tudja kiknek. Ebből is látszik, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan egy város vezetésére. Az zuglói önkormányzat úgy reagált, hogy ők kiadták a közérdekű adatokat, és nyilvánosságra hozták a kintlévőségeiket, a személyes adatokat viszont védik. Közleményük szerint a nyilvánosság mellett legalább annyira fontos számukra a magánszemélyek adatainak védelme is, és ezért nem adták ki a nekik tartozók nevét és a személyes adatokat. 1 millió forint készpénzt mutogatott közösségi oldalán Karácsony Gergely DK-s polgármester helyettese, Horváth Zsolt, ezt írja a Bors. A lap közzétette a fotót is. Az M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint a fotó csak azt erősíti, hogy Zuglóban gangster politikát folytatnak. Karácsony Gergely helyettese 1 millió forinttal pózol az egyik közösségi oldalon, erről írt a Bors. A cikkhez becsatolták az erről szóló fotót is, amelyen Horváth Zsolt 14. kerületi alpolgármester mosolyogva tart a kezében 1 millió forintot 10 000-es címletekben. A lap azt állítja, a polgármester helyettes Gyurcsány Ferenc titkos szolgálati tisztjéből lett Karácsony Gergely helyettese. A Bors szerint még az sem számított, hogy így példátlan módon már 4 alpolgármester is lett Zuglóban. A cikkben kitérnek arra is, hogy a férfi kezében látható összeg az 1 millió forint, pontosan annyi, mint amennyit sajtóhírek szerint Zugló naponta veszíthet a parkolási rendszere miatt. A polgármester úr fölhívott és tájékoztatott arra, hogy ez a fotó ez egy hamisítvány. Karácsony Gergely úgy reagált, hogy kollégája szerint a fénykép egy hamisítvány, és az ügyben perelni fog. Egy mezei kvázi rendőrből lett titkos szolga.
Az M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint a Facebookra feltöltött provokatív fotó csak azt erősíti, hogy Zuglóba visszatért a 90-es évek gangster politikája. Zuglóban sorra jönnek ugyanazok az ügyek, mondom, akik ezt a 90-es évek gangster politikáját idézi, és láthatóan Karácsony Gergely azért érdekes módon, pedig tudok mondani azért ellenzéki polgármestereket, még akár a fővárosban is, ott van Tóth József a 13. kerületben, nagyon hosszú ideje vezeti Angyalföldet, mégsem hallunk körülötte ilyen botrányokat. Farkas Jörs szürreálisnak nevezte az elmúlt 5 évben kialakult zuglói helyzetet. Hozzátette, hogy még egyesek ilyen fotókat töltenek fel az internetre, addig a Karácsony Gergely vezette kerület a cső célén áll, és hiteleknek köszönheti, hogy fizetőképes. Szexuális zaklatással vádolta meg a DK-s László Imrét egyik korábbi beosztottja. A doktornő az Origónak nyilatkozott a történtekről. Az ellenzék jelenlegi újbudai polgármester jelöltje tagadja az állításokat és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Többször is szexuálisan zaklatta a DK-s László Imre. Erről beszélt egy doktornő az Origónak. A történtek elszenvedője azt állítja, hogy az eset 2012-ben történt. Az ellenzék újbudai polgármester jelöltje akkor egy magánklinika orvosigazgatója volt, ő pedig szakorvosként a beosztottja. Az asztalán akart megerőszakolni. Az eset elszenvedője kitakart arccal, név nélkül a TV2-nek is nyilatkozott. Azt mondta, azért állt elő most a történetével, mert meglátta László Imre kampányplakátjait, és eszébe jutott, mit tett vele. Szerdán a TV2 épülete előtt tiltakoztak az ellenzéki politikusok. A történetből semmi sem igaz, és az ügyben minden létező jogi eszközzel élni fogok. László Imre úgy reagált, hogy a TV2 hazudik, és az ellene felhozott vádak közül semmi sem igaz. A baloldal közös főpolgármester jelöltje szerint a DK-s politikusnak a TV2-nél nem adtak lehetőséget arra, hogy elmondja a saját álláspontját. Semmilyen sajtóetikai szabályt nem tartottak be. Az ügyben kerestük László Imrét is, de adásunkig nem értük el. A TV2 anyaga szerint keresték a DK-s politikust. Majd Karácsony Gergely arról beszélt, hogy elege van a kampányból, és nem tűrik tovább, hogy bármelyik társukat igaztalanul megvádolják. Független attól, hogy fiatal vagy idős, férfi vagy nő, mi egy csapat vagyunk. És ez a csapat sokkal erősebb annál, mint hogy sokan gondolják. És mindenkit meg fogunk védeni, akit igaztalan vádakkal megvádolnak. Karácsony Gergely és László Imre ezután egy petíciót vitt be a TV2 épületébe. Azt követelték, hogy ennek a szövegét olvassák be a csatorna esti híradójában. Az ellenzéki politikusok kora este visszamentek a TV2 székházához, ahol egy rövid tüntetést szerveztek. Az LMP azt várja a kormánytól, hogy mihamarabb hirdessen klímavészhelyzetet. Smuk Erzsébet az ellenzéki párt frakció vezető helyettese szerint nem lehet azt mondani, hogy az ország felkészült volna a következő évtizedek kihívásaira. Kezdjen a kormány társadalmi párbeszédet, fogjon neki a klímatörvény elkészítésének, a kormányon belül hozza létre a klímaügyi és fenntarthatósági minisztériumot, és ne vétózza tovább az Európai Unió szigorúbb klímacélkitűzéseit. A Jobbik a munkaerő kölcsönzés szabályainak felülvizsgálatát sürgeti. A párt ellenzi, hogy a közvetítő cégek külföldről hozzanak be szakembereket. A Jobbik szerint a szakképzést kellene átalakítani, és lépésekre lenne szükség a munkaerő itthon tartásáért, például a lakhatás támogatásával. A szakmai csomag egyrészt átalakítaná a szakképzést, másrészt megvizsgálná Magyarországon azokat az ágazatokat, ahol itt kell tartani a munkaerőt, és motivátorokat adna a munkavállalók számára. Egy otthonteremtési, lakhatási, bérlakásépítési programmal pedig ezen motivátorokat felerősíthetnénk. Gyurcsány Ferencék el akarják venni az uniós támogatásokat a magyar emberektől, és csak azoknak a településeknek juttatnának pénzt, amelyek hajlandóak lennének migránsokat betelepíteni. Erről beszélt Hídvégi Balázs Brüsszelben. A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette, a DK-s logika szerint a bevándorlók befogadását elutasító falvak és városok elesnének tehát az uniós forrásoktól. Gyurcsányné és Karácsony Gergely azt akarja elérni gyakorlatilag, hogy a betelepítést vállaló magyar települések kaphassanak uniós forrásokat, akik ezeket elutasítják, azok viszont ne kapjanak. Ez egészen új minőségű javaslat, hogyha belegondolunk. Teljes pénzelvonás történetben azokon a helyeken, ahol nemet mondanának az erőltetett betelepítésekre.
Ezért nagyon nem mindegy az, hogy az előttünk következő időszakban milyen polgármestereket és milyen vezetést választunk Magyarországon a magyar városok, magyar települések élére. Helyi vállalkozók segítettek helyreállítani a szegedi gyermekgyógyászati klinika tetőszerkezetét, amely még szeptember elején sérült meg egy viharban. Emellett két defibrillátort is adományoztak a klinikának. A traumatológián és az intenzív osztályon használják majd a készülékeket. Az átadón a Fidesz-KDNP által is támogatott független polgármester jelölt Nemesi Pál azt mondta, nagyon fontos az alapellátás javítása, valamint az egészségügyi ellátórendszer műszerezettségének fejlesztése. A fekvőbeteg ellátás, tehát az egyetemi klinikai egészségügyi rendszer, valamint az alapellátás biztosító házorvosi szolgálat, járatbeteg ellátásnak az összekapcsolása informatikai oldalon rendkívül fontos, azért, mert egyébként ezzel tudjuk csökkenteni egyrészt a várakozást, másrészt tudjuk csökkenteni azt, hogy hány helyre kelljen elmenni egy pontos diagnózis felállítására. Az önkormányzati választások tétje, hogy az intézmények stabil pénzügyi háttérrel működjenek tovább, erről beszélt az Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkár János Hidán. Vitályos Eszter kifejtette, az elmúlt 9 évben a kormány azért dolgozott, hogy a pénzügyi gondokkal küzdő önkormányzatoknak átvállalja az adósságát és biztos hátteret adjon számukra. Hangsúlyozta, ezt mindenképpen meg kell őrizni a választások után is. A következő időszak arra adna éppen lehetőséget, hogy biztonságosan, nyugodtan kormány és önkormányzatok együtt tudjanak dolgozni. Ennek érdekében azt gondolom, hogy változásra van szükség János Hidán is, és egy új szemlélettel egy a településért elkötelezetten és elszántan dolgozó tetterős polgármesterasszonyt szeretnénk látni a polgármesteri székben. Mára megérkezett az igazi ősz, Kaposváron fákat csavart ki az erős szél. Nem sokára mondjuk a részleteket, előtte viszont lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Gyorsak és környezetkímélők, csaknem 250 elektromos autót kapnak a kórházak. 4,5 évet kapott a kőbányai futónő támadója, a férfi tavaly akarta megerőszakolni a sportolót, az ítélet nem jogerős. Elektromos autókat kapnak tehát az egészségügyi intézmények. A 3 milliárd forintos fejlesztés célja, hogy környezetbarát járművekkel gyarapodjanak a kórházak és a vérellátó intézmények. A tervek szerint 2030-ra az állami gépkocsi park harmada elektromos meghajtású lehet. Biztonságos dobozokba helyezik a vérkészítményeket az országos vérellátó szolgálat állomásán. Majd autóba teszik és elszállítják. A szolgálatnak eddig benzines és dízeles autói voltak. Hamarosan azonban 15 elektromos kocsival bővül a gépparkjuk. Az új járművek miatt hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, és közben a környezetet is óvják. Szerintem ez nagyon fontos, hogy példát mutasson az egészségügy, hogy hozzájárul a környezet, a lakókörnyezetünk tisztaságához, csökkenjen a környezetszennyezés, hiszen azért hát ezek a kocsik gyakorlatilag nem szennyezik a környezetet, míg azért az öregebb gépjárművénkről ez nem minden esetben mondható már el. Egyelőre a parkolóban állnak, hamarosan azonban 90 egészségügyi intézménybe kerülnek ezek az elektromos autók és a hozzájuk tartozó töltőállomások. Egyetlen gombnyomással indul, zaj nélkül közlekedik és nem bocsát ki káros anyagokat. Az Emberi Erőforrások minisztere elmondta, a 249 jármű beszerzésére 3 milliárd forintot fordított a kormány. 200 kilométert képes egy töltéssel megtenni, 90 kórház vérellátását, sürgősségi szállításait, beteg szállításait, egészségügyi dolgozók szállításait lehet ezzel az új gépparkkal megoldani. Kásler Miklós hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ra az állami tulajdonban lévő gépkocsi park 30%-a elektromos meghajtású legyen. Átadták Pécsett a teljesen felújított Budai Nagyantal utcai óvodát, új tetőt, szigetelést, műanyag nyilászárókat és egy tornatermet is kapott az intézmény. Összesen 12 óvoda és 6 bölcsőde újul meg jövő év elejéig a városban 2,5 milliárd forintból. Bári Attila, Pécs polgármester jelöltje az ünnepségen kiemelte, hogy így a kor követelményeinek megfelelő intézménybe járhatnak a gyerekek.
Ez egy projekt, amit a kormány és a város együtt közösen hajtott végre. 12 óvodát és 6 bölcsödét újítottunk föl itt az elmúlt időszakban. Nagyon jó a városlakók számára, hiszen az itt lévő gyermekek, az idejáró gyermekek életkörülményét sokkal jobban javítjuk. És maradunk még a Baranyai megye székhelyen, már keresi ugyanis a kivitelezőt a ThyssenKrupp új pécsi gyárának építéséhez. 2 hónap múlva akár indulhat is a munka, jövőre pedig a termelést is megkezdhetik az üzemben. A német autóalkatrész gyártó cég több mint 17 milliárd forintot szán a bővítésre, ezzel csak nem 200 új munkahely jön létre a térségben. Az Audi futóműveinek előszerelését végzik éppen a ThyssenKrupp győri gyárában. Ezen a telephelyen összesen 145-en dolgoznak. 3 műszakban napi csaknem 1000 alkatrészt gyártanak le. A német cégnek már 4 működő telephelye van Magyarországon, most pedig egy 5. üzemépítését kezdik meg. Az új beruházás helyszíne Pécs, ahol ma még csak 10 hektárnyi földterület látszik, de egy év múlva már ilyen gyárépület áll majd itt. Az üzemben nagy hatékonyságú vezérműtengely és elektromotor alkatrészeket állítanak majd elő. Az új gyártóegységgel mintegy 200 új munkahely létesül. Pécs városának nagyon fontos nem csak a munkahelyek miatt, hanem azért, mert a zöld gazdaságot erősítjük, hiszen az elektromos autókhoz gyártanak majd alkatrészeket, ezzel is segítik a régiós központi törekvéseinket, ami fontos, hiszen nem állunk meg Pécs határánál, ami felelősséggel tartozunk a különböző kis települések, városok, környezetünkben lévő városokra, és hát így ezáltal is a gazdaságot tudjuk élénkíteni. A ThyssenKrupp a legintenzívebb ipari és technológiai befektető Magyarországon. Az elmúlt 3 évben csaknem 50 milliárd forint értékben hajtott végre beruházásokat. Csaknem 18 milliárd forintot ruházunk a pécsi telephelybe. Nagyon jó környezetet találtunk itt Pécset, elsősorban az egyetemnek és az önkormányzatnak köszönhetően. Jelenleg a kivitelezőt keressük, és reményeink szerint 2 hónapon belül megkezdődhetnek a munkálatok. A zöldmezős beruházást a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta. Az innovációs és technológia miniszter szerint egyre magasabb szintre tör a német-magyar gazdasági együttműködés. A kutatásfejlesztés, a technológia és az innovációt kell megerősítenünk. Ezek a tárgyalások nagyon jól haladnak a vállalatoknak a saját tevékenységén túl. Most már akadémiai területen, egyetemi területen, kutatási területen is nagyon sok olyan ügyet határoztunk meg, ami közös kutatást jelenthet. A gyár már jövőre elkészül, és várhatóan a sorozatgyártás is elindul. 2022-re pedig már teljes kapacitással termelhet. Új csarnokkal bővült egy sárvári Baromfi feldolgozó cég. A több mint 1 milliárd forintos fejlesztéssel új modernebb technológiát is tudnak használni. Az átadón a pénzügyminiszter azt mondta, a magyar gazdaság fejlődésében kiemelt szerepet töltenek be azok a vállalkozások, amelyek megfelelő szakmai tudással rendelkeznek és alkalmazkodnak a piaci igényekhez. Egymás után gördül le a szalagról a csirkehús ebben a sárvári üzemben. A húsfeldolgozó cég új csarnokában mostantól modern gépekkel és új technológiával dolgoznak. Ide szalagszerűen jön át az összes csomagolt termelés, a szalagszerű csomagolás, súlyszortázás, darabolás eredményeként, és egy számítógépes program szedi le a folyamat végén vevőkre csoportosítva a készárut, és a friss áru és a fagyos áru együttes kapacitása durván 1400-1500 tonna között van. Az itt feldolgozott csirkehúst nem csak belföldre, hanem külföldre is szállítják. Többek között Ukrajnába, Ausztriába és Horvátországba is. A több mint 1 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően nőni fog a termelés, és még több partner tud kiszolgálni a vállalat. A magyar gazdaság fejlődésében kiemelkedő szerepet visznek azok a vállalkozások, amelyek megfelelő szakmai tudással rendelkeznek. És azok a vállalkozások, amelyek alkalmazkodnak a piaci igényekhez. Erről már a pénzügyminiszter beszélt az ünnepségen. Varga Mihály hozzátette. A cégcsoport, amely a sárvári vágóhidat is tulajdonolja, évek óta a Dunántúl egyik legjelentősebb Baromfi termékeket előállító vállalatcsoportja, dinamikusan fejlődik, és a jövőben is képes a növekedésre. Idén júliusban 12%-os volt az előző évhez képest az iparnak a növekedése. Ezek között a húzó ágazatok között az iparon belül ott van persze az élelmiszeripar is,
különösen fontos az itt lévő teljesítménynek a növekedése. Közel 4,500 vállalkozás, 86,000 embernek ad munkát Magyarországon, tehát egy nagyon fontos kiemelt területről van szó. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy a kormány eddig 78 milliárd forinttal támogatta a cégeket a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében. Ennek köszönhetően több mint 200 milliárd forintnyi fejlesztés és 2400 új munkahely jött létre. Újabb gyorsforgalmi útszakaszt adtak át, mától egyszerűbb a közlekedés Békés Csaba és Budapest között. Az M44-es út 62 kilométeres új szakaszát nyitották meg, ezzel pedig 25 perccel rövidül a menetidő. Most a Kondoros és Tiszakürt közötti szakasz készült el, de a munkálatok folytatódnak Békés Csaba és Kecskemét felé is. Hatalmas a forgalom a 44-es úton. Teherautók, mezőgazdasági gépek és személyautók sora halad szinte egyfolytában az úton. Nehezen járható, veszélyes, és az állapota is kifogásolható. Hát ez nagyon hosszú volt innen Kecskemétig. Én egy örökké valóság. A reggeli csúcsforgalomban Kecskeméten keresztül, nyilván itt a 44-es a rossz útburkolaton előtted a mezőgazdasági gépekkel, valóban nehezen lehetett rajta jól haladni. Ezek pedig már az első megtett méterek az új útszakaszon. Szerdán az M44-es kétszer két sávos gyorsforgalmi út leghosszabb 62 kilométeres szakaszát adták át. A menetidő így Békés Csabától a fővárosig 20-25 perccel csökken. Az új szakasz tehermentesíti a 44-es főutat, és különösen annak települési átkelési szakaszait. Érdemben javítja tehát az életminőséget Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében, mérsékelve a környezeti terhelést, zaj és levegőszennyezést az érintett településeken, visszaszorítva a baleseti kockázatokat a térségben. A 62 kilométeres szakasz Tiszakürt és Kondoros között épült. A következő 18 kilométeres részt Kondorost köti majd össze Békés Csabával. Ez 2021 végére készülhet el. A további szakaszok megépülésével pedig Békés Csaba csatlakozik az országos autópálya hálózathoz azáltal, hogy az M44-es eléri az M5-ös autópályát. Így a menetidő akár 45 perccel is kevesebb lesz majd a békési megyeszékhely és a főváros között. Megvannak a M5-ös autópálya és a Szentkirály közötti szakaszra vonatkozó kiviteli tervek és az építési engedélyek is. Nagyon reméljük, hogy a jövő év folyamán a területszerzési feladatokat el tudjuk kezdeni, és műszakilag abban a helyzetbe kerülünk, hogy 2022-ben ennek a szakasznak a kivitelezése is megkezdődhet. Az új úttól gazdasági fellendülést is várnak az ott élők. Azon túlmenően, hogy egy évtizedes, több évtizedes álom vált valóra a Békés megyeiek életében, nyilvánvalóan végtől fontos, hogy bekapcsolódjunk az ország vérkeringésébe, hiszen agrármegye vagyunk egyrészt, másrészt pedig egyre inkább bővül az iparunk, egyre több a befektető, és szükségszerű, hogy a további befektetéseket ide tudjuk vonzani. Azt látjuk, ahol utak épülnek, ott fejlődés van, ahol fejlődés van, ott pedig népesség megtartó erő van. A kormány végső célja, hogy Magyarország bármelyik pontjáról fél óra alatt elérhető legyen egy négysávos út. Még az ősszel elindulnak a vállalkozóvá válást segítő képzések országszerte. A programot a pénzügyi tárca indította, hogy segítse a vállalkozókedvű fiatalokat és a 30 év feletti álláskeresőket. Egy-egy ígéretes üzleti terv akár 4,5 millió forintos támogatást is kaphat. Még vannak szabad helyek, úgyhogy várják a jelentkezőket. Vállalkozókedvűeknek tart képzést Kunics Adrien Kaposváron. A résztvevők a vállalkozáshoz szükséges alapismereteket sajátíthatják el 2 hét alatt. A különböző vállalkozási formákat, marketing alapismereteket, piaci ismereteket. Én szerintem nagyon fontos az önismeret is egy vállalkozónak, mert hogy annélkül ez nem működik, alappénzügyi ismereteket. Ami erősség is lehet, hiszen meg az emberek nem ismerik. A hallgatók segítséget kapnak egy üzleti terv megírásához is.
A sikeresen összeállított tervért pedig 4,5 millió forint támogatásban részesülhetnek. Én tánciskolát szeretnék indítani, mert ebbe vagyok a legjobb, úgy érzem. És ehhez szerettem volna felhasználni ezt a támogatási összeget, hogy ezt fel tudjam futtatni. A programot a pénzügyminisztérium hirdette meg, összesen több mint 40 milliárd forintos kerettel, részben állami, részben Európai Uniós forrásból. Nincs favorizált szakma vagy szakmacsoport. Igazából a mérce, a mérő az az, hogy az az ötlet, ami megszületett, az át tud-e menni ezen a rostán. Az ősz folyamán a Dél-Dunántúl után az ország többi régiójában is elindulnak a vállalkozói képzések, jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért is felelős államtitkár. A programot olyan 30 év alatti fiataloknak és 30 év feletti álláskeresőknek indították, akik az ötletüket vállalkozásban szeretnék megvalósítani, de eddig nem volt rá lehetőségük. A munkaerőpiaci tartalékok felkutatása az mindannyiunk feladata. És ebben a helyzetben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan fogalmazzák azt meg, hogy ők nem szívesen lennének egy munkahelyen alkalmazottak, de van olyan ötletük, amit szeretnének megvalósítani. A képzésekre folyamatosan várják a jelentkezőket a ginop519.hu oldalon. A tervek szerint 2022-ig 9000-en indíthatják el így vállalkozásukat. Magyarország és Győr méltó rendezője lesz első európai helyszínként az idei robotépítési világverseny számára. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt. Sanda Tamás úgy fogalmazotta, rendezés ténye is mutatja hazánk versenyképességét. Azt is mondta, a magyar gazdaság jövője szempontjából sorsdöntő, hogy a hazai cégek hogyan tudják a digitális átalakulást a saját javukra fordítani. A kormánynak ambiciózus célja, hogy Magyarország 2030-ra az EU 5 legélhetőbb és legversenyképesebb országok közé tartozzon. Ennek megfelelően fejlesztjük az ipart és alakítjuk át a képzési rendszert. Azt szeretnénk, és ez a határozott célunk, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, és igyekszünk ehhez minden támogatást megadni, mindenben segíteni az ő személyes és közösségi fejlődésüket. Új kutatási és innovációs központ jön létre a Műszaki Egyetem és a MOL együttműködésével Budapesten. Tarlós István főpolgármester hangsúlyozta, 2010 óta a fővárosi kutatási fejlesztési projektek előkészítésében és lebonyolításában nagy szerepet kapnak a budapesti egyetemek. A cél összességében a várostérség versenyképesebb és gazdaságosabb működtetése, ez tehát a fő cél, amely jobb életminőséget biztosít a lakosoknak, a vállalkozásoknak egyaránt. A főváros számára kiemelkedően fontos a szakmai szervezetek bevonása a stratégia alkotásba és valamennyi nagyobb fővárosi fejlesztésbe. Jól halad a Paks 2 beruházás, jövő nyáron benyújthatják a létesítési engedélyt, ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután Moszkvában tárgyalta az orosz fővállalkozó a Rosszatom vezérigazgatójával. Szijjártó Péter a Gazprom vezérigazgató helyettesével is tanácskozott, amiután azt mondta, soha nem volt még ennyire biztos Magyarország gázellátása, mint a most következő télre. A tárcavezető úgy fogalmazott, történelmi jelentőségű a helyzet, mivel korábban nem volt még olyan, hogy Magyarország összes gáztározója megtelt volna. 6,3 milliárd köbméternyi gáz került betározásra a magyar gáztározókban. Minden gáztározó teljesen tele van, soha ilyen biztos és soha ilyen biztonságban még nem volt Magyarország gázellátása, még mint most a következő télre. Ráadásul pénzt is tudunk keresni, tekintettel arra, hogy a Gazprom 950 millió köbméternyi gázt nálunk bértárol a további déli, illetve nyugati irányú gázszállításokhoz. Első fokon 4,5 év fogházra ítélte a bíróság a kőbányai futónő támadóját. A férfi tavaly októberben többször megütötte és megpróbálta megerőszakolni a sportolót. A nőt végül férje mentette meg. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mind a vád, mind a védelem fellebbezés nyújtott be. Nyomkövetővel a lábán egyenesen a házi őrizetből érkezett H. István a bíróságra. Szinte végig lehajtott fejjel hallgatta a tárgyalást. A férfi korábban már beismerte bűnösségét.
A vádlott még tavaly októberben futás közben támadta meg Makai Viktória, többszörös magyar bajnok ultrafutót Budapesten a 10. kerületben. A férfi a Jászberényi úton kezdte követni, majd többször megütötte és szexuálisan bántalmazta. A futónő végül annak köszönhetően menekült meg, hogy a férje keresni kezdte. Amikor pedig rájuk talált, a támadó elmenekült a helyszínről. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták. Az ultrafutó súlyos sérüléseket szenvedett. A tárgyaláson a bírák tanúként hallgatták meg H. István munkatársait, akikkel a támadás előtti órákban ivott. A vádlott és a védője ugyanis az alkoholos befolyásoltsággal védekezett. Az által elkövetett cselekmény tőle teljes mértékben életidegen személyiségével ellentétes, az, hogy a cselekményt mégis elkövette a kórosítasság állapotára vezethető vissza. A vádlott nem az alkoholizmusa folytán személyiségében torzult bűnelkövető, sőt ezzel ellentétben ritkán alkalmakkor, és ugye akkor is csekély mennyiségben fogyaszt alkoholt. A vádlott igaz tisztában volt azzal, hogy számára a kis mennyiségű alkohol is megárt. Emellett a bíró két igazságügyi elmeorvosi szakértőt is meghallgatott. A bíróság halmazati büntetésül 4 év 6 hónap szabadságvesztése és 5 év közügyektől eltiltásra ítéli. H. Istvánt a bíróság első fokon 4,5 év fogházbüntetésre ítélte. A vádlott legkorábban büntetése letöltésének 2/3 után szabadulhat. Tartani kell attól, hogy a vádlott esetleg a jövőben hasonló cselekményt elkövet, esetleg ami esetleges ismételt alkoholfogyasztás, szorongó személyiségzavarának tudható be, erre tekintettel a bíróság szükségesnek és indokoltnak tartotta a bűnügyi felügyelet további fenntartását. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosbításért, a védő pedig enyhítésért fellebbezett. A vádlott továbbra is bűnügyi felügyelet alatt marad, nem hagyhatja el Budapest határát, és 2 hetente jelentkeznie kell a rendőrségen. Egy 26 éves férfit az áldozat barátját gyanúsítja a rendőrség annak a 18 éves lánynak a meggyilkolásával, akinek a holttestét szombaton találták meg Óbudán a Ladik utcában. A nyomozás során megállapították, hogy a fiatal nő már 10-12 nappal a megtalálása előtt elhunyt. A nyomozók azonosították a sértettet, és a beszerzett szakvéleményeket követően, illetőleg az eljárás során beszerzett adatokat követően az eljárást is átminősítették halált okozó testi sértésről emberülés büntettére. Akár 15 évre is börtönbe kerülhet az a brazil nő, aki óvszerekbe és takarókba rejtve csempészett kábítószert Magyarországra még februárban. A 31 éves asszony Brazíliából érkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, ahol a NAV munkatársai 300 darab, összesen több mint 3 kilónyi kokaingyanús fehérport tartalmazó óvszert találtak nála. Megérkezett az ígért hideg front, délután nyugat felől fokozatosan beborult az ég, sok helyen pedig eső vetett véget a vénasszonyok nyarának. Az érkező vihar Kaposváron károkat is okozott, a Somogyi megyeszékhelyen az erős szél fákat csavart ki és ágakat szakított le. Az egyik kettétört platánfa egy parkoló autóra zuhant, de szerencsére senki sem sérült meg. A folytatásban kelet felé tart a front, a meteorológiai szolgálat 4 megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adott ki a zivatarok miatt. Ezeken a területeken erős szél, sőt akár jégeső sem kizárt. Lecsapott az Azori-szigetekre a Lorenzo hurrikán. A vihar rengeteg esőt és több mint 150 km/órás szelet hozott. A szigeteken 50 épület vált lakhatatlanná, de sérültekről nem érkeztek hírek. A vihar pedig folytatja útját, holnap Írországra csaphat le, ott is orkán erejű szél és sok csapadék várható. A térségben egyébként még sosem tombolt ilyen erős vihar. A szerdai pirkadat előtt érkezett, és majd 7 órán át tombolt a vihar az Azori-szigeteken. Az óránként 150 kilométernél is hevesebb szél felkorbácsolta a tengert. A partot elérve vízzel borította be az utcákat, elöntötte a házakat. A Lorenzo 2-es kategóriájú hurrikánként érte el a szárazföldet. Vezetékeket tépett le, fákat csavart ki, szeméttel borított be mindent, és több mint 50 otthont tett lakhatatlanná, ahogy áthaladta a portugál területen. Pedig a helyiek már egy nappal korábban felkészültek a vihar érkezésére. A legveszélyesebbnek tartott vízparti házakból evakuálták az embereket.
A partmenti településeken bedeszkázták az épületek ajtajait, ablakait. A közintézményeket, óvodákat, iskolákat és hivatalokat pedig ki sem nyitották szerdán. A kikötőkben a szokottnál is erősebben rögzítették a hajókat. Nem készültünk fel teljesen, mert nem tudtuk, mire számítsunk, de megúsztuk, Terszeirán nem történt katasztrófa, itt szerencsére nem volt olyan heves a vihar. A többi szigeten jóval nagyobbak a károk, mondta ez a helyi férfi. A katasztrófa védőket több mint 170 helyre kellett riasztani, a romok eltakarításával pedig estére sem végeztek. A vihar elhagyta a szigeteket és lassan észak felé halad. Az erős hullámzás azonban továbbra is komoly veszélyt jelent, értékelte a helyzetet a helyi polgári védelem vezetője. Az Atlanti-óceán nyugati felén a Karib-tenger és a mexikói öböl térségében nem ritkák a mostanihoz hasonló viharok. Átlag 3 évente végig söpör egy 5-ös erősségű hurrikán a térségen. Ám az óceán keleti felén közel 100 év óta a Lorenzo az első vihar, ami partot is ért. Igaz, már az Azori-szigeteknél második kategóriás hurrikánnál szelidült, és ahogy halad északkelet felé, trópusi viharrá gyengül. Az amerikai hurrikánközpont előrejelzése szerint a vihartölcsér középpontja csütörtökön érheti el az Ír-szigetet, majd pénteken Angliát. Várhatóan szombat hajnalban ér partot a kontinensen, addig azonban folyamatosan veszít erejéből, de heves esőzést és nagy szelet így is hozhat magával. 80 éves korában elhunyt a Kelet-Szinátrája, Karágot cseh popénekes. A korábbi keleti blokk legnagyobb sztárja volt, rengeteg országban koncertezett, köztük Magyarországon is. Több mint 60 évig zenélt, és bár évek óta súlyos betegségekkel küzdött, amíg csak tudott színpadra állt. A sztár álmában hunyt el kedd éjjel. ...1968-ban ezzel a dallal ismerte meg a világ Karel Gott nevét. A Cannes-i minden fesztiválon először fellépő, akkor 29 éves cseh énekes, hazájában addigra már ismert előadónak számított. 19 éves kora óta énekelt kávéházakban, a cseh közönség pedig a kezdetektől rajongott érte. A csaknem 60 éves pályafutása alatt Csehországban 42-szer nyerte el a hallgatói és nézői voksok alapján megítélt Aranycsalogány díjat. Az igazi sikert a 60-as évek végén a Lady Carnival című dal hozta el neki. 1968-ban Ausztria már őt indította az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol végül a 13. helyen végzett. Karel Gott a népdaltól az operettig, a balladától a tánczenéig szinte minden műfajban sikeres volt. A Kelet-Szinátrája és Prága aranyhangjaként is ismert énekes több mint 150 lemezt adott ki, amelyekből majdnem 40 millió példány fogyott el világszerte. Énekelt Las Vegasban és fellépett a New York-i Carnegie Hallban. Időskora ellenére csak az utolsó néhány évben nem láthatták őt élőben énekelni a rajongói. Magyar televízióban, ha meghallottuk, hogy Karel Gott lép fel, akkor mindenki odaült a tévé elé. A Televarieté színpadán Karel Gott! Karel Gott többször koncertezett Magyarországon is, 2005-ben Budapesten pedig festményeit is bemutatta. Akkor arról beszélt, hogy bár Csehországban még köztársasági elnöknek is jelölték, az éneklést semmiért sem adná fel. 2016 óta súlyos betegséggel küzdött. Karel Gott kedden 80 éves korában hunyt el. Átadták a Thália Színház új játszóhelyét, a Thália téli kertet. Az új 160 főt befogadó termet a Mikroszkóp színpadból alakították ki. A téli kert a színházi programok mellett kiállítások, könyvbemutatók és pódiumbeszélgetések helyszíne lesz. Tarlós István a megnyitón arról beszélt, a fővárosnak szüksége van a korszerű közösségi terekre. A főpolgármester úgy fogalmazott, ez a beruházás bizonyítja, hogy a magára valamit adó főváros nem létezhet új utakat is kereső minőségi színjátszás nélkül. Budapest vezetése hosszú távú fejlesztési tervében is megkülönböztetett figyelmet fordít elsősorban a hozzátartozó budapesti színházak támogatására, megújítására. A döntéshozók tisztában vannak azzal, hogy a budapestieknek igenis komoly igényük van tartalmas, színvonalas szórakozásra. Különösen fontos ez a minőségi kikapcsolódás napjainkban,
a gyorsan változó, kiszámíthatatlan, olykor embertelen, lássuk be, egymással szemben közömbös világában. Percek kérdése és híradó az M5-ön is, ma este Morvai Noémivel. Szervusz Bogi, jó estét kívánok! A Thália téli kertjének megnyitójáról természetesen mi is beszámolunk, hamarosan megmutatjuk, milyen lett az új elkészült játszóhely. De részleteket árulunk el az 5. Világsakk Fesztiválról is, aztán beszámolunk Ákos új szólólemezéről, valamint arról, hogy stábunk a Kálmán Imre Teátrumban járt, ahol idén 5 fiatal művész vehetett át junior prima díjat. Az Ez itt a kérdés című adásunkban hitről, vallásról és művészetről beszélgetünk vendégeinkkel, Bősze Ádám műsorvezetővel, Bakos Kis Gábor színművésszel és Bátor Tamás operaénekessel. Tartsanak velünk, ha tehetik, valóban pár perc, és kezdünk. Köszönöm. Noémi, köszönjük szépen.